lepkekártevőről is beszélhetnénk, kukoricamo és gyapottóbaolylepke, mindegyik más jellegű károsító. Kukoricamo első nemzedéke szártöréssel jár, illetve a későbbiek során a kukoricacsőnek a rágásával gombák megtelepedését idézi elő és vele együtt a toxinok megjelenését. A gyapottóbaolylepke ott elsősorban minőségi kártétel van, a csővégek rágásával gombák megjelenését idézi elő és a toxin termelést fokozza. A védekezés időzítése szempontjából nekünk a zárk nagy segítségünkre van. A legegyszerűbb módja a csapdák a fogás eredményeit nyomon követni, rajzásúcsot követően egy 6-8 nappal, amikor a lárvák kikelnek, akkor a levelek hámozgatásával jelzik, idézőjelben jelzik a jelenlétüket. A későbbiek során az idő előre haladtával, a kártevők növekedésével egyre mélyebbre hatolnak az állományba. Érdemes felkeresni az FMC-s kollégákat, akik gyakorló szakemberek révén segítenek a gazdálkodónak a fertőzöttség mértékének és a fejlettségnek a megállapításában. A táblabejárást követően el tudjuk dönteni, hogy a fertőzés mértéke megüti azt a szintet, hogy védekezni szükségeltethet. A tapasztalati szám az 10-15% termésmennyiségtől és a felvásárlási ártól függően. Ha ez így van, akkor a koragenhez érdemes nyúlni, méghozzá azért, mert felszívódik, azért, mert van kontaktmérgezősége, a kukoricamo, gyapottó, bagolylepke, akár tojás, lárva állapot, bármely fázisát képes pusztítani.